Az elmúlt héten Szerbia fővárosában rendezték meg az ifjúsági világbajnokságot, amelyen 29 fiú és 21 lány B33-as csapat vett részt. Magyarországot a fiúknál a Diákolimpia országos döntőjében győztes Nyíregyházi Krúli képviselte. Az aranyérmes csapatból a hazaitól eltérő korhatár miatt kikerült Farkas Dániel és Keú Tamás, helyükre érkezett Sipos és Mohácsi. A magyarok 6 csoportmeccset követően jutottak a legjobb 16 közé. A csoportban elsőként Anglia csapatával játszottunk, ők harmadikok lettek, ellenük egy pontos vereséget szenvedtünk. Ezek után játszottunk Taiwan csapatával, őket megvertük, Taipeitől kikaptunk egy szoros meccsen, a boszniai szerbeket meg tudtuk verni hosszabbításba egy ponttal, illetve a szerbektől, akik veretlenül jutottak tovább a csoporttól, szintén kikaptunk. Mindezek mellett még volt egy győzelmünk. A nyolcad döntőben az oroszok jobbnak bizonyultak a magyaroknál, sőt, mint később kiderült, a folytatásban is legyőztek mindenkit, és végül megnyerték a tornát. A krúrisok a kosárlabda pályán kívül is gazdagodtak élményekkel. Meg tudtuk nézni a várost, a várat, külön egy nap volt szervezve, amikor ilyen kulturális nap volt, ezen alapon minden nemzet bemutatta a saját jellegzetességeit, a konyháját. Volt, amikor a nemzetek közösen táncoltak, szóval egy abszolút jó hangulatú napot is szerveztek a szervezők. A lányoknál a kecskeméti Bolyai János gimnázium képviselte Magyarországot, ők 17-én zártak a 21 csapatos mezőnyben.